Játékos közlekedés biztonsági vetélkedőt tartottak óvodásoknak a Bárdos Lajos általános iskolában, a Pindur Pandur elnevezésű versenyen elméleti és gyakorlati feladatok vártak a kicsikre. Ott vannak a nyilacskák, hogy honnan kell kerülni. Biciklivel szlalomozás volt a közlekedés biztonsági vetélkedő egyik feladata. Az ovisok nagyon élvezték ezt a versenyszámot. Hogy ment a biciklizés? Jól, én csak kölcsön kértem, mert elromlott a biciklim, mert kitörték a küllőjét. De akkor ment azért a kölcsön biciklivel is? Igen. A kicsiket megkérdeztük arról is, hogy mit tudnak a helyes közlekedésről. Tudom a táblákat, meg a gyalogos táblákat, meg a busz táblákat. Ha zebra van, akkor nem fel kell szállni a biciklire, hanem leszállni. Apa már megtanított, és már jobban tudom. És mikre tanított apa? Hát az, hogy figyeljek az útra, meg hogy... Meg azt mondta, hogy majd lehet elviszi ilyen bicikli versenyre, mert nagyon jól közlekedek. Az óvodásoknak szervezett Pindur-Pandur versenyre Hajdúszoboszló mind a 8 óvodájából érkezett 10-10 nagy csoportos gyerek. A vetélkedő a Városgazda és Győri Zsuzsanna óvodavezető kezdeményezésére a rendőrkapitányság szervezésében jött létre. A gyerekek nagyon ügyesek, nagyon jól felkészültek, és itt szeretném köszönetemet kifejezni a felkészítő pedagógusoknak, óvónőknek, nagyon jó munkát végeztek. Hogy miért fontos ez a gyerekek, vagyis most már nagy csoportosok, ők szeptember iskolába fognak járni. Nagyon fontos megtanulni a közlekedésnek az alapjait, a közlekedési jelzőtáblák jelentését, nyilván a korosztályoknak megfelelő szinten és módon, hiszen közvetlenül fognak találkozni a közlekedésben való részvétel feltételeivel, a szabályaival, és ahhoz, hogy ezt a gyakorlatban tudják alkalmazni, először is elméletben kell megismerniük, amit majd a gyakorlatban megfelelően kell tudni használniuk, éppen a baleset megelőzés érdekében. A biciklizés mellett elméleti része is volt a versenynek, a gyerekeknek a kreszttáblákat is ki kellett színezniük a megfelelő színnel, emellett a szelektív hulladékgyűjtést is gyakorolhatták az óvodások, a kiszórt hulladékokat kellett a megfelelő gyűjtőedénybe dobniuk. A verseny végén a rendőrök értékelték a csapatokat, de sorrendet nem hirdettek, minden csapat és óvoda értékes ajándékokat kapott.